A jászság kulturális értékeinek bemutatása és megőrzése iránti igény hívta életre több mint egy évtizeddel ezelőtt a Hagyományok hétvégéje rendezvényét. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület általában május végén tartott fesztiválját a járványügyi korlátozások miatt ebben az évben augusztus utolsó szombatjára halasztották. Úgy döntöttünk ott májusban, hogy nagyon szeretnék az emberek, nagyon várják, ezért augusztus utolsó szombatján megtartjuk a Hagyományok hétvégéje rendezvényt. A program sorozat minden korosztálynak kínált látnivalót, de a szervezők fontos feladatuknak tekintik, hogy élményekkel gazdagítsák a következő nemzedék képviselőit, a gyermekeket. Itt a kicsitől az idősig mindenki megtalálja az elfoglaltságot, meg én azt gondolom, hogy egy kicsit hátha lesz olyan fiatal gyermek, aki átveszi az idősektől azokat a hagyományokat, amiket itt bemutatunk. Itt van kádármester, itt van bőrszíjkészítőmester, itt vannak olyan cukortorta készítő nénik, akik szeretnék átadni a gyerekeknek, és sajnos egyre kevesebben érdeklődnek ez iránt, és én nagyon örülnék, ha csak egyetlen egy ilyen gyerek lesz, aki ezt szeretné csinálni, már volt értelme ezt megrendezni, ezt a rendezvényt. A jászság értékeinek felvonultatása mellett a Kárpát-medencei magyarság települései is rendre képviseltetik magukat a fesztiválon. A politikusoknak mindig a saját szintjükön meg kell tenni mindent, elsősorban a közösség és a magyar nemzet érdekében. Idén az eseménysor fővédnökségét a székelyudvarhelyi Zakariás Zoltán vállalta fel, aki a bukaresti parlamentben képviseli a Székelyföldön élőket az Erdélyi Magyar Szövetség tagjaként. Egy olyan összekapcsoló rendezvény született, ami hagyomány már, ami gyakorlatilag abban segít, hogy a hagyományokon keresztül a szétszakadt nemzetnek valamilyen egyesítő mozzanatát megvalósíthassa. Egy nemzethez tartozunk, egyek a hagyományaink, és ezt a kapcsolatrendszert minden eszközzel és minden pillanatban és minden módon fejleszteni kell. Egy olyan sajátos népcsoport vagyunk itt a Kárpát-medencében, mi jászok, most már lassan 800 éve, akik végigállták a történelem próbáját. Borbás Zoltán a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében a jászok helytállásáról, megmaradásuk viszontagságairól szólt, amikor is mindig fontos volt az önazonosságtudat és a hagyományok megőrzése. Pócs János országgyűlési képviselő kiemelte, hogy egy éves kényszerű szünet után jó ismét együtt ünnepelni a hagyományokat. Az ilyen rendezvények alapozzák meg azt, hogy a jászok egységesek. Tehát valahol ez a redemció kötele hagyatéka, hogy nehéz időkben a jászok mindig összefogtak évszázadokon keresztül, és erről szól a polgármestereknek az összefogása, a lovas rendezvények, a hagyományőrzők, az a főzési hangulat, ami ezen a nagyobb szép helyen van, ettől nagyobb egységet teremteni, mint ez a rendezvény nem lehet. A díszünnepségen vehette át a jászsági romákért közéleti díjat Perszeki Ferenc, a Hagyományok hétvégéje fogadhajtó versenyének főszervezője, Kökény Kálmántól, a Jászsági Romákért Alapítvány kuratóriumának elnökétől, illetve Pócs János országgyűlési képviselőtől. Ugyancsak ezt az elismerést vehette át a rendezvényen Banya Csaba zenész, énekes, a kuratórium elnökétől és a képviselőtől. Változatos bemutatókat láthatott a közönség a színpadon, miközben végigjárhatták a kézműves kirakodóvását. Idén is két fordulóban mérték összetudásukat a fogadhajtók, színvonalas versenyük a kezdetektől egyik pillére a Boldogházi programsorozatnak. Az biztos, hogy senki nem maradt éhen a fesztivál idején. A Jászföld Egyesület főző csoportjainak 22 bográcsába összesen 11 birka, 2 marha, 2 sertés, 4 ősz került. A különböző pörköltek közül mindenki kiválasztotta a számára leginkább kedveltet. A nagy színpad délutántól estig egymás után fogadta az ismert fellépőket, együtteseket. Igaz, estére eleradt az eső, de így is sokan maradtak, hogy az első emelet nosztalgia koncertjével búcsúzzanak az idei Hagyományok hétvége programsorozatától. A rendezvényről részletes összefoglalót láthatnak majd Fáma című kulturális műsorunk eheti adásában.